close your eyes and exit alive tonight. You'll be just fine. You'll be alright. It's time we start escaping. So we are backstage. Itt vagyunk a Sziget Fesztiválon a Palais Royale zenekar tagjaival, Remingtonnal, Sebastiannal és Emersonnal. Már egy éve jelentettek meg dalokat a következő lemezetekről, a Fever Dreamről, ami októberben fog megjelenni. Feltételezem, hogy már teljesen kész a lemez. Az album valóban elkészült már nagyjából egy másfél éve, csak vannak olyan tényezők, melyek miatt elég elhúzódott a megjelenés. Ha összetudnátok foglalni az albumot egy mondatban, mit mondanátok róla? Káprázatos. Olyan, mint egy hallucináció, a valóság és a fantázia keveréke klasszikus motívumokkal. Ez nem egy szó. Azt mondták, egy mondatban kell leírni. Félreértettem valamit, az volt bennem, hogy egy szóval csak, oké? Okay, ez lesz a legjobb album, amit a zenekar valaha csinált. Az egyik új dal címe No Love in LA. Meséljetek arról egy kicsit, hogy mi ihlette. A No Love in LA kicsi sarkosítva és átvitt értelemben persze, de azt jelenti, hogy ha valamit el akarsz érni, vagy boldogulni akarsz Los Angelesben, akkor csak magadra számíthatsz. Mi ezt sokat láttuk, nagyon nehéz ott életben maradni, mindenki csak a saját érdekeit veszi figyelembe, nem nagyon segítenek. Emiatt No Love in LA, mert nincs kegyelem. Eszméletlen ruháitok vannak. A stúdióban is viselitek őket? Azért kérdezem, mert ott van például a Hives nevű svéd zenekar, akik szintén remek cuccokban zenélnek, és amikor megpróbáltok pólóban meg farmerben zenélni, a stúdióban nem ment nekik a dolog. Hasonlóképp vagyunk ezzel mi is szerintem, akármelyik szerelésünkkel kapcsolatban, bár nem minden esetben. Remington általában arra a borzalmas pizsamájára esküszik. De az azért volt, mert az egész felvételt a nappalimban csináltuk a karantén alatt ráadásul, szóval nem tudom, kinek kellett volna felöltöznöm. És amikor Sebastian először belépett, még kérdőre is mondt, hogy miért nem vagyok felöltözve? Ember, hajnali 2 óra van és itthon vagyok, ugyan már? Egyébként odafigyelünk erre a ruhakérdésre, összhangban van mindig a lemez adott stílusával. Mint például most ezek a ruhák is a hamarosan megjelenő Fever Dream, azaz a Lázálom című albumunk mondani valójához kapcsolódnak. Olvastam, hogy egy képregényt is meg fogtok jelentetni az albummal párhuzamosan. Meséljetek erről is egy kicsit. A képregénye bizonyos értelemben a folytatása lesz egy korábbi albumhoz készült képregénynek, de most még nagyobb hangsúlyt fektettünk a vizuális részére, hogy még jobban át tudjuk adni a dalok mondani valóját. Las Vegasból származtok. Mi itt általában úgy gondolunk Las Vegasra, mint a fények, a csillogás, a glamour és a kaszinók városára. Milyen hely Las Vegas valójában? Mi Las Vegas külvárosában nőttünk fel. Valóban nagyon nagy és színes város. Sok mindent meg lehet tapasztalni ott. A leggazdagabbak életét és a legszegényebbekét is egyaránt. Ugyanazokon az utcákon ráadásul. Így az érem, a világ mindkét oldalát láttuk. Ezért hálásak lehetünk Las Vegasnak, hogy nem egy oldalon láttuk a világot. Idén tavasszal jártatok először Magyarországon, noha már korábban is volt meghirdetett időpontotok, de aztán közbeszólt a pandémia. Milyen benyomást szereztetek Magyarországról? Nagyon tetszett nekünk Budapest, nagyon szeretünk idejönni. Amikor először itt voltunk, gyakorlatilag az első dolgunk az volt, hogy elindultunk gyalog és körbejártuk a várost, és kevés ilyen város van a világban. És amikor végett a koncertünknek, azonnal szóltunk, hogy a Fever Dream turnén is mindenképp szeretnénk idejönni, úgyhogy már akkor befoglaltuk ezt a Sziget Fesztiválos időpontot magunknak. Remington, Sebastian és Emerson, nagyon örültünk a találkozásnak, és nagyon várjuk a ma esti koncerteteket.